Vasas Ferencváros mérkőzésen vagyunk. A 41. percig nem esett gól, de a 41. percben csordást tör előre. Átjátsz a védőket, lő gól! Tisztára olyan érzésem van, mintha péntek 13-a lenne. Alapvetően jól kezdtük a mérkőzést, az első 15 perc a miénk volt, de utána teljesen kicsúszott a kezünkből az irányítás. Borzalmas volt a passzjátékunk, egy az egyben képtelenek voltunk megverni őket, a párharcokból pedig folyamatosan vesztesen jöttünk ki. A meccs után csak azt tudom javasolni a játékosaimnak, amit én is tenni fogok. Gyorsan felejtsék el ezt a mérkőzést, töröljék ki a fejükből, amilyen gyorsan csak lehet. Ennek érdekében a hétvégére mindannyiuknak kimenőt is adtam. Legyenek együtt a családjukkal, gondoljanak másra, csak a futballra ne, és amikor visszajönnek az edzésre, koncentráljanak az előttünk álló feladatokra, a következő mérkőzésre. Az ilyen mérkőzések a döntések minőségén múlnak. Biztos vagyok abban, hogy az elején Remili nem akarta kihagyni a helyzetet, ahogy nyilvánvalóan senki nem megy úgy oda egy ilyen szituációhoz, hogy ezt el fogom hibázni. Úgy érzem, mostanság pontosabban ez a legnagyobb hibánk, hogy döntő szituációkban rossz döntéseket hozunk. Ha az elején Moha belövi azt a nagy zicsert, teljesen más mérkőzést játszhattunk volna, de ez most sem sikerült. Sajnos az ilyenek vissza tudnak vetni egy csapatot, ahogyan fel is lehet hozni egy ellenfelet. Be kell látnom, nagyon kiszámíthatatlan az együttesem. Mérkőzésen belül is képesek vagyunk jól teljesíteni, majd egyik pillanatról másikra borzalmasan visszaesni. Nem vagyunk képesek stabilan hozni azt, amire képesek vagyunk. Egy csapat életében mindig vannak hullámhegyek és hullámvölgyek, nem lehet folyamatosan jól teljesíteni, főként, ha egy együttes nagyon fiatal. Mi most éppen egy hullámvölgybe kerültünk, de bízom a játékosaimban, és hiszem, hogy kikerülnek belőle. Ehhez viszont az is kell, hogy önbizalommal telve álljanak ki a pályára. Például meg vagyok győződve arról, hogy a játékosaim nem hitték el, nem látták az első negyed órában, hogy jobbak, mint az ellenfelük, pedig ez elég egyértelmű volt. Ezután aztán jöttek az első hibák, és ez visszavetette őket, és már csak azzal foglalkoztak, hogy nehogy újabb hibát kövessenek el. Ez nem jó hozzáállás. Olykor be kell vállalniuk a kockázatot, és meg kell mutatniuk, hogy valójában mire képesek, mert ebben a társaságban igenis sokkal több van.